megy a sütőbe, viszont... Jobba! Halló? Azt mondja, haj! Ne, léci! Ebbe van a reszelő! Üdvözöllek titeket a hajós konyhában. Ez itt a Ráma Süti Challenge második évada. Én Hajós András vagyok, és meghívtam néhány hírességet, hogy megmutathassák, hogyan állják a sorat a konyhában az én szabályaim szerint. Ehhez kapnak egy receptet, hozzávalókat és egy konyhát, ahol semmi sem úgy működik, ahogy kéne. És aki ma izzad a konyhában, Istenes Bence! Aszta! Na nézzük, azt mondja, hogy brownies ricottás pohárdeszert ribizlivel. Kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra. Ez még menni fog. Oké. Na, meg vagyok. Ebbe rakunk egy kis vizet. Azért most egy kicsit csodálkoztok, nem? Hogy... Kéne egy létre, akkor még könnyebben menne. Na, ebbe beletesszük az étcsokoládét, így. És jön a margarin. Oké, bekapcsoljuk a sütőt. Halló? És most? Most ki kell találnom valami B-verziót? Nem is fog működni? Próbáljuk a ez működik, jól van. Meg vagyunk ezzel. Készül a gőzfürdő. Addig ismerkedj meg a következő lépéssel. Ezt a lépést szájpecekkel a szádban olvasd fel, kérlek. Én? Így? Azt mondja, haj! Közben egy tálon keverjünk össze a száraz anyagokat. Liszt, sütőhor, kakaóhor, cukor. Teljesítve a feladat. Így, ezt szépen összekeverjük. Ez most már megvan a brownie-nak az alapja. Ezt most innen el kéne vinni a másik oldalra? Ezt nem tudom átvinni a másik oldalra. Bárki a végét. Akkor ki kell kanalazni, mert ugye ezt nem lehet innen... De. Előbb egy szemesküszöm nem tudtam itt megmozdítani. Kész van, igen. Ez így igazából kész van, jó. Ide tesszük így szépen, oké. Alakul a massza, szépen besűrítjük a masszát. Gyönyörű szép massza lett. Megvan a masszánk. Bum! Most már értjük, miért nem lettél szakács. Béleljünk ki egy 20x30 cm-es sütőformát sütőpapírral, és öntsük bele a kész masszát. Ez az. Így ez itt, ez a massza, ez benne van. Megy a sütőbe. Viszont... Vagy ki a tejet a sütőből. De ez menő! Ez rohadt jól néz ki. Itt a tej, beleöntjük a tejecskét. Oké? Okay. Tej megvan. Elfelejtettem, de hülye vagyok! Aha, oké. Okay. Nagyon szép. Így, ricotta túró benne van. A citromhoz a reszelő a mélyhűtőben hidegen az igazi. Félek. Ne, léci! Ebbe van a reszelő! Nagyon jó! Ó, gyönyörű! A meló, minimális kis citromhéjért. Ez kávé 15 kell legyen. Bom, ennyi. Ez gyönyörű, szép krémesre elkeverjük. A ribizlit olvaszd fel a mikróban. Úgy, és kész is a ribizlink. Oké, okay, megvan a porcukor, megvan a ribizlink. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk brownie. Kivesszük közben a browninkat. Ezt figyelj, gyönyörű szép. Kész, ez egyértelműen kész van. Majd a tálalás után van egyértelműen kész. Azt a mindenit. Gyerekek, komolyan. Készen vagyok. Amúgy egész jó kis pohár brownit dobáltál össze, jól szórakoztam.
ezt berakom a dobozba, és egyébként ezeket a dobozokat ti majd megnyerhetitek, csak mondom. Nekem? Ahhoz képest, hogy milyen nehezítések voltak, azt hiszem, abszolút nem lett rossz. Köszi ezt a kihívást, és azt kívánom, hogy rád is ugyanígy szakadjon rád a ház. Köszi, Bence, szóbeli dicséretben részesülsz. Gratula! A recepteket ti is megtalálhatjátok a nagyonsüti.hu weboldalon, illetve nyereményjáték keretében megnyerhetitek a Süti Challenge dedikált dobozok egyikét tele meglepetésekkel. A részletekért kövessétek a Nagyon Süti social media felületeket.